Kedves munkatársaink, szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Ez az oktatási év egy rendkívüli helyzetbe állított mindannyiunkat. Mindannyiunknak nagyon nagy szüksége volt a megértésre, a türelemre, az alázatra. Különösképpen is elmondható ez a pedagógusainkról, akik oktatási intézményeinkben megpróbáltak helytállni és mindent megtenni azért, hogy ebben a rendkívüli helyzetben a mindenkor tanító Krisztushoz méltóan helyesen tudják végezni tanító-nevelő munkájukat. Én, mint az egyházmegyénk főpásztora, szeretném köszönetemet kifejezni egyházmegyénk oktatási intézményeimben dolgozó munkatársainknak, akik ebben a rendkívüli helyzetben ilyen sok áldozatot vállaltak. Most értettük meg talán mi is mindannyian, hogy az az oktató-nevelő munka, amelyet ők az iskolában végeznek, az mennyire fontos, milyen értékes és mekkora áldozattal jár. Szeretném kifejezni köszönetemet mindazért a fáradtságos munkáért, amelyet végeztek. Ugyanakkor vigasztalni is szeretném őket a mindeneket tanító Krisztus szavaival, aki azt mondja, gyertek hozzám mindannyian, akik elfáradtatok és terhet hordoztok. Én megkönnyítelek titeket. Én is a mindeneket tanító Krisztushoz fordulok, hogy adja meg azt a vigasztaló kegyelmet mindannyiuknak, amelyet azoknak ígért, akik elfáradtak az igaz munkában. Adjon az előttünk álló időszakban lehetőséget arra, hogy erőt tudjanak meríteni, és ebből a megújult erőből tovább tudják majd folytatni nevelő-oktató munkájukat. Isten áldása kísérje további szolgálatukat. Dicsőség Jézus Krisztusnak!